az érintett személyek kilétét illetően nehezen kibogozható büntetőügy bizonyítási eljárásának vége felé közeledik a szolnoki törvényszék illetékes bírói tanácsa. A Jásznagykun Szolnok megyei főügyészség 2 évvel ezelőtt társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat 3-30 év körüli férfival szemben. Ők a vád szerint 2019. március 4-én késő délután Jászapátin, a Nyílt utcán egyikük háza előtt kerti szerszámokkal úgy megvertek egy férfit, hogy az életveszélyes koponyasérülést szenvedett. Az eset előzménye a vád szerint az volt, hogy a sértett az egyik rokonával a kezében egy bozótvágó késsel részegen megjelent az egyik vádlott háza előtt, és ordítva, hőzöngve azt követelte, hogy jöjjön ki az utcára. A büntetőper érintettjei, vádlottak, sértettek mindkét oldalról, nagyon jól ismerik egymást. Bírói kérdésekre kiderült róluk, hogy egy ugyanazon vezetéknevük nem véletlen, hiszen mindannyian közeli rokonságban állnak a másikkal, unokatestvérei egymásnak. És hogy miért vesztek össze? A kérdés megválaszolásához a keresd a nőt gondolatmenetet kell követnünk az ügyben is. Vérrokonság ide vagy oda, ezúttal egy rövid ideig tartó szerelmi párkapcsolat felrúgta ezt a szabályt. A tárgyalásra a vádlottak és a tanúk egy részét is kéz- és lábbilincsben vezetőszáron kísérték be a tárgyalóterembe a büntetés végrehajtási intézetek munkatársai. Közülük némelyik az állampusztai, a Váci, illetve a fővárosi Kozma utcai börtönökben töltik más-más ügyekben a büntetésüket. A három közül az egyik vádlott, ítélettel igazolt távollétében kivetítőn keresztül követte a történéseket. Az is csak a jelenlévők számbavételekor volt furcsa, hogy maga a helyben hagyott sértett is bilincsben, BV is kísérlettel érkezett a tárgyalásra. Az érintett felek közötti szembesítések is hiány újabb ökölharcot generáltak, és csupán a BV is fogvatartóknak volt köszönhető, hogy a máig tartó ellenszenv csak szájkaratéig jutott. Az már csak részletkérdés volt a bizonyítási eljáráson, hogy a kerti szerszámokat nem földmunkára használták a szembenállók, és az ásókap a nagy harang Szentháromságból utóbbi használatára szerencsére nem került sor. De hogy került a helyszínre egy macséta? Az ügyben már több tárgyalást is tartott a szolnoki törvényszék, megtörténtek az utolsó tanúkihallgatások és iratismertetések, legközelebb elhangzanak a perbeszédek, így hamarosan ítéletek is születhetnek a büntető ügyben.